Köszöntök mindenkit, beszélgessünk egy kicsit a számítógépről, az alkatrészekről. Hát elsősorban azoknak szól, akiket ugye érdekelnek ezek a, az asztali számítógépnek az alkatrészei, azoknak a működése, vagy esetleg számítógépet szeretnének vásárolni a közeljövőben is. Nincs semmi támpontjuk, hogy hogyan induljanak el. Úgyhogy hát beszéljünk először a, a processzorokról. A processzorokat ugye két gyártó gyártja. Jelenleg az egyik az Intel, a másik az AMD. Tehát most ugye asztali számítógép processzorokról beszélünk, és ő a számítógép videókártyákat pedig szintén gyártja az AMD is, és a, az Nvidia, tehát ugye két gyártóról beszélünk, és két gyártóról, És ugye vannak itten ilyen legendák, ilyen tévhitek, hogy Hú, uh, AMD processzor mellé csak is AMD videókártyát szabad rakni. Ez nem igaz. Ö, nyugodtan párosíthatunk AMD processzort Nvidia videókártyával, igazából nincs jelentősége. És akkor hát ássuk be magunkat, <laughs> ugye, ezeknek a kettőnek a kapcsolatába. Na most ö, a processzor és a videókártya közös munkájával, ő számolja ki nekünk a számítógép a képkockát, ugye miközben játszunk, generálja ezeket a képkockákat. És ez minél gyorsabb processzor vagy videokártya van a gépben, annál több képkocka sebességet tudunk játszani. Igen, ám, de a ketteik között ugye előbb-utóbb valamelyiknek elfogy az ereje, vagy a processzoré, vagy a videókártyáé, és mindig ugye a gyengébbik láncem, határozzam meg, hogy Márkány meg képkocka sebességet kapunk Tehát ha halad a, a csorda A nyáj Akkor a leglassabb sebességével halad az összes Itt is ez a helyzet Tehát jól kell összepárosítani az alkatrészeket Na most ez lehetetlen feladat Ugyanis minden egyes játéknak más a processzor és a videókártya igénye De itt van a kezünkben az a lehetőség ugye a játékoknál, hogy állíthatjuk a grafikai beállításokat. Tehát ő, ő nagyobb a mozgásterünk a, mozgás a grafikaállításnál, hogy a videókártyát ő, miképp terheljük. A processzor ő, terhelésére nincs akkora befolyása, mint a videókártyáira, tehát érdemesebb, hogyha költjük a pénzünket egy ilyen számítógépvásárlásakor, én azt mondom, célszerűbb egy kicsit több hangsúlyt fektetni a processzorra, és akkor alacsonyabb grafikai beállításokon játszani. Vagy hogyha nem vagyunk pénz szűkében, akkor vehetünk drágább videokártyákat is, és akkor magasabb beállítások mellett is, ö, egész jó képkocka sebesség mellett játszhatunk. Na de most, maradjunk a processzoroknál egy kicsit. Ugye két processzor gyártóról beszéltem, az egyik az Intel volt, kezdjük is vele. Hát, milyen processzorok vannak? Itt szépen ki van listázva. Ugye ez a főső kategória, ez a HEDT, azaz a csúcs kategóriájú processzorok. Hát ez átlagember számára szerintem megfizetettetlen kategória. Igazából ez nem is, nem is játékra való, szerintem inkább, hanem, hanem munkára, tehát a komoly grafikai munkába fog valaki, és ezzel keresi a kenyerét, akkor számít, ugye, a sebesség, tehát minél gyorsabban tud dolgozni, annál több pénzt kereshetünk. Inkább, igazából inkább azok számára szerintem lehet hasznosak ezek a processzorok. És akkor ugye átlag játékos ugye, ebből a három kategóriából fog mazsolázni elsősorban az i3, az i5 és az i7 között. De van még egy kategória a Pentiumoknál. Itt is van, majd később belekukkantunk, mik vannak benne. És mi a különbség az i3, az i5 és az i7 processzorok között? Hát igazából a legfőbb különbség az, hogy hány, hány mag van a processzorban, hány magos, és ami játék teljesítményünket nem feltétlenül a magok száma fogja meghatározni, tehát hiába van nekem egy 8 magos processzorom, lehet, hogy rosszabb játékéményem lesz vele, mint egy, egy kétmagos processzóra. El is mondom miért. Tehát ugye visszatérve erre az i3 processzor, az két fizikai magból áll. Viszont ugye minden fizikai maghoz tartozik egy szál, amin számol. És ezek négy szálas processzorok annak ellenére, hogy két fizikai magja van. Tehát, hogy adott a két fizikai maghoz tartozó két szál, Plusz még kialakítottak két virtuális logikai szálat, azokon is fog számolni a processzor. Nincs mögötte ugye fizikai mag, tehát nem lesz ezeknek a szálaknak olyan teljesítménye, mint a, a, azoknak a szálaknak, ahol fizikai mag van. Nagyjából a virtuális szál teljesítménye kb. 40%-a ahhoz a szálhoz képest, ahol van is fizikai mag. Tehát ez egy négyszálas processzor, két erős és két gyenge szála. Az i5-nél ott már négy fizikai mag van, és nincs ez a virtualizáció. Az úgy nevezik egyébként, hogy ez hyperthreading. Tehát ott is négy szálas az i5 processzor, viszont minden szál mögött áll egy fizikai mag, tehát itt négy erős szálról beszélünk, itt pedig csak kettő erős és kettő gyengéről. És az i7 tovább lép, ott is négy fizikai mag van, négy erős szállal, plusz még van ez a négy logikai szál, ez a virtuális hyperthreading technológiától előállított szál, ami ugye, mint már beszéltem körülbelül, ezeknek a száknak az ereje, hát 40%-a azoknak a szálaknak, ahol van is fizikai mag. nagyjából ugye, akkor vállátást kaptunk a processzorok közötti különbségekről, és ugye a régi Pentium processzorok, hát amik idén megjelentek, azokra nem igaz, de az az előtti generációkra igaz, hogy két magos processzorok voltak, és nem volt ez a, ez a virtuális szál beépítve, tehát két szálas processzorokról beszélünk, ahol van két erős szál és semmi több. És ezzel szemben mit tud felmutatni az AMD, az AMD ugye mostanában főleg négy magos processzorokat adott ki. Na most ugye kicsit lemaradtak, mert hát ugye a Intel az ugye fontosan fejlesztette a gyártástechnológiát, évről évre, az AMD ezt nem tette meg. Tehát kicsit lemaradtak gyártás Tehát a, az AMD négy magosai azok hát gyengébb szálakból álltak, mint, a, mint az Intel fizikai szálai. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mondjuk veszünk egy négymagos AMD processzort, és veszünk egy, egy i3-as modern processzort. Az i3-nak két szála erősebb, mint az AMD-nek a szálai, viszont két szála gyengébb, mint az AMD-nek a szálai. És nagyjából kijön az, hogy Azoknál a játékoknál, amik főleg két szálat használnak, hát, hogy mondjam, hát körbehugyozza az AMD processzorait, viszont azoknál a játékoknál, ahol a négy szálat az ki is használja rendesen az adott játék, ott meg nagyjából egál, talán, hát most nem megyek be a részletekbe, talán egy kicsit jobb az AMD, de nem biztos. Úgyhogy, és még akkor nem beszéltünk arról, hogy a gyártás technológiában lévő különbségek miatt sokkal többet fogyaszt egy AMD processzor, mint egy korszerűbb Intel processzor. Több hőt állít elő, ugye a komolyabb hűtést igényelhet. És ugye amd ugye vannak ezek a négy magas processzorai, főleg ezek az atlon processzorok. Ezek a processzorok ezeket valójában apuba gyártották, ebbe az a -szériába. Ö, annyi a különbség az atlon és az ászíriás apu között, hogy az apuba ugye beleépítettek egy ilyen videókártyaszerűséget, ha szabad így fogalmaznom. Tehát egy, egy, egy gyengébb videókártya be van eleve építve a processzorba, és hogy mire elég ez a gyenge videókártya? Hát ez a, ját, ez a, játékokat elviszi, de kicsi felbontáson és nagyon alacsony beáltások mellett egész ját, játszhatóak a játékok. És ugye az atlomba ezt, ezt a grafikus GPU-t ezt letiltották, valószínűleg az imes selejtes lett a gyártás során, és akkor eladták olcsóban négy magas atlontként és ugye itt van még az FX processzor család, ugye itt már több magos processzorokról beszélünk, 4, 6 vagy akár 8 magos processzorról, talán még, még annál is több magos is volt, már nem vagyok benne biztos. Hát is az FX processzorok teljesítménye, hát szállanként ugye nagyjából közelít ugye az atlonhoz vagy az apuhoz, viszont az volt ezekkel a probléma, hogy nagyon sok vacak alaplapot gyártottak hozzá, gyenge volt a tápellátása, meg VRM hűtése, és hát hogy egy, ilyen processzort akartunk használni normálisan idegbaj nélkül, akkor azért a zsebbe kellett nyúlni alaplap vásárlása során, és hát 25 ezer forint körül kezdődtek a normálisabb alaplapok, míg a többi processzorhoz már 15 ezer forint lehetett kapni, és ugye itt van az gyári Intel hűtő, ugye, hogyha a dobozos verzióban vásároljuk, akkor az elvégzi a feladatát, főleg egy ilyen i3-as processzornál, azért az nem termel annyi hőt, szépen elment rajta a hűtő. Hát viszont az AMD processzorainál a régi hűtő az, hát az a nagy pörgött, ugye annyi hőt kellett neki ottan elfújnia, hogy hát zajosak voltak. Tehát eleve megveszed az AMD processzort, már vehetted is egyből kapásból a hűtőt hozzá. Még azért az Intelnél azért van, jobb volt a helyzet. De most már az AMD is azért összeszedte magát, most már kezdett kiadni processzorú, az normális gyári hűtőt, tartsa meg jó szokását, és ugye én nem vagyok elfogult egyik oldal felé sem, nekem én annyira szeretem az Intelt, mint az AMD-t vagy az Nvidia-t, én próbálok ugye tényszerűen nyilatkozni most a dolgokról, ha nem értetek egyet, nyugodtan kössetek belém, és ugye kicsit mélyedjünk el jobban az Intel processzorainál, ugyanis most hát, ő piacvezető az AMD-hez képest, Sokkal népszerűbb, hát mivel korszerűbb, ez annak tudható be, de nem sokáig. Ugyanis, hát az AMD készül most egy ilyen csodafegyverrel, amit most fog kiadni hát március eleje fele. Fognak megjelenni a, a Summit Ridge kódnévre hallgató processzorok, és hát ugye a Summit Ridge rövidítés az nagy S, nagy R, tehát lesz SR3, SR5, SR7, ugye ezek különböző teljesítményű processzorok lesznek, és hát azoknak a szállankénti teljesítménye nagyjából szerintem az 5 6 generációs Intel processzorokéval lesz egyenértékű, de ami csábító benne, hogy ugye ugyanúgy lesznek virtuális szálak, csak 5 az amd már nem Hyper Trading névre fog hallgatni, tehát nem ez a HT rövidítésű technológia lesz, hanem SMT, hát van valamilyen szimultán akármi, nem tudom most pontosan, de ugyanaz az elv, és ugye, hát már csak az árazáson múlik, tehát hogyha ha alá tudnak ígérni eléggé az Intel processzorainak, akkor szerintem teljesen, életképes variáció lehet ez, a, ez az új AMD processzor, és én nagyon várom, hogy mit fognak belőle kihozni a fejlesztők, a kutatók, és ugye beszéljünk a generációkról, hetedik generáció, az a Kebbi Lake Code névre hallgat, az idén jött ki. Hát vagy tavaly év vége. Hát a mostanában, mostanában elég friss. A hatodik generáció az, az tavalyi, nem, tavaly előtt év igen, télen már voltak ezek a hatodik generációs processzorok, ezek egyébként Skylake kódnévre hallgatnak, és az ötödik generáció az, 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 már hát szerintem az is akkor jöhetett ki, ha tavaly előtt, tévég előtt jött ki nem sokkal az ötödik generációs Prodwell széria, de igazából nem is nagyon találkoztunk vele, mert ő, utána rögtön követte a Skylake, és akkor mindenki Skylake-et vett. És a negyedik generációs az már szerintem az már két-három éves cucc, nekem is negyedik generációs i 3 van. És hát ugye minden processzor, ha megvesszük, ő, hát akármilyen foglalatban nem rakhatjuk bele. Nézzünk meg egy konkrét processzort. Mondjuk nézzük meg a 7. generációs I3-as processzorokat, nézzük meg a 7100-ast. Tehát itt láthatjuk is a, a leírását. Itt van ő, 2017 elején jelent meg, első negyedévében, és ez már 14 nanométeres gyártás technológiával készült. Ugye minél kisebb ez a szám, annál fejlettebb, korszerűbb dologról beszélünk, annál kevesebb hőt állít elő, annál ugye energiatakarékosabb, nagyobb teljesítmény kihozható belőle. És itt írja is, hogy két magos, de négy szálas, ugye itt a két virtuális szál miatt. És itt láthatjuk a frekvenciáját. Na most, amikor összemérjük a processzorokat, akkor nem feltétlenül a frekvencia a lényeg, mert hát különböző teljesítményeket kaphatunk, ugye attól függ, hogy milyen gyártástechnológiával készült, tehát ne ebből induljunk ki. És itt láthatjuk a TDP keretét, ez 51 watt, ugye, hogy, hogy, mennyire fűt a cucc. És itt ezt osztályozni szokták, tehát vannak ilyen célértékek, hogy 35 watt, 65 watt, 95, 140, stb. Most pontosan nem tudom, de ezeket adnak egy célt, például 35 wattos processzorokat raknak bele, úgy tudom, a laptopokba. És hogy miért csak 35 watt, hát ha beleraknának egy komolyat, akkor rosszínűleg elolvadna ott helyben. Úgyhogy ezeknek a processzoroknak kiszoktak adni egy változatát, ami le van butítva, ugye kicsit visszaveszik a frekvenciát, meg ilyesmiket, és le van annyira butítva, hogy csak 35 watt. TDP osztályú legyen, csökkent teljesítménnyel, ugye energiatakarikusabb, kevésbé fűt, itt láthatjuk, hogy milyen memóriákat támogat. Ugye ez DDR4-es RAM-ot szereti, ugye ilyen a sebe, sebességű ramokat, érdemes rakni bele. És hát támogatja ezt a DDR3-ból ezt az elváltozatot. Azt hiszem, ennek csökkentett a feszültség a hagyományos DDR3-hoz képest. Hát ilyet, ilyet ne vegyünk. Tehát, ha veszünk, akkor mindenképpen DDR4-es nézzünk. És ugye itt van, hogy két csatornás memóriát szeret. Ez azt jelenti, hogy ha veszik a ramot, akkor célszerű két RAM modult venni, és ezeket a megfelelő alaplapi foglalatba kell berakni, hogy dual channel-ban dolgozzon, tehát akkor össze fog dolgozni a két RAM. Van, alapnak, alaplapnál nem dual channel, hanem quad channel, akkor ugye négy modult kell belerakni de azok szerintem ő, hát nem a átlagember gépeiben lesznek ezek a négy modulos, ő, az a cuccok, az talán csak a felső kategóriában van, pontosan nem tudom, és ugye ezekben az Intel processzorokban is hasonlóan az apuhoz építettek bele egy ilyen grafikus, ő, processzort, Hát mit, mire jó ez a grafikus processzor? Hát böngészni, internetezni, filmet nézni tökéletes, meg el lehet vele ilyen, ilyen gyengébb grafikájátékokkal játszogatni, mint Reach of Legends például. Ilyen kis plömpöm játékokhoz tökéletes. És akkor ugye azzal jár, hogy akkor nem is kell videókártyát venni a gépbe, hogyha nekünk elég ez a beépített grafikus processzor teljesítménye és ami még érdekes lehet, igen, 1151-es foglalatú alaplapot kell hozzá vásárolnunk, csak abba fog belemenni, de ez csak fél információ, mivel ez egy Kebileg processzor, ami a skylake az utódja, ezért nem elég nekünk 1151-es foglalatú alaplapot vásárolni hozzá, ugyanis, hogyha a régi fajtát veszünk, akkor azt, annak a bioszát frissíteni kell, hogy a processzor egyáltalán működjön benne. Úgyhogy vagy, vagy frissítetjük a bolta a bioszát, tehát pénzé frissítik, vagy eleve olyan alaplapot veszünk, ami újabb chipsetes, és ma eleve tudja kezelni ezt az újabb processzorokat. és itt van a hyperthreading technológia, tehát ugye a virtuális szálakat hoz létre. Erről beszéltem, és nagyjából ennyi is, ugye visszamegyek. Itt látod, látod mindenféle betűjeleket mögötte. Tehát a T-jelzés az arra utal, hogy le van butítva a teljesítmény 35 wattos TDP osztályba, csökkent teljesítményt kapunk. a áron, vagy hasonló áron, tehát hát nem játékosnak való ez. Tehát ezek, ezek tényleg olyan gépekbe, amiket ugye nem, valószínűleg nem játszani fogunk rajta, hanem böngészni, meg ilyesmi. És nem akarjuk, hogy befűtse a lakást. És ugye ennek vannak, ők ugye gyártják a processzort, ahogy siker a processzor a gyárban, ő olyan minőségű termékként fogják eladni. Tehát ugye ez a cél, hogy ilyen, ilyen minőségű processzort gyártsanak, hát ez nem sikerül elég jóra, akkor ő Megnézzük, hogy mennyit tud, és akkor ő, ugye a 7100-as a legalja, tehát ez a, ő, a legkisebb teljesítmény az i3 közül. A még jobban sikerült darab, az mondjuk 7300-as lesz. Még a 7320-ban azt több a cash, ja nem, nem több, hát egy kicsit gyorsabb. És ugye a legjobb darabokat, amit tényleg jól sikerültek, azok, azok lesznek a K végződés fogják képviselni és a K jelzés jelentése az, hogy szorzózármentes a processzor, tehát megfelelő alaplapban, ami támogatja a tuningot, ő húzhatjuk, tuningolhatjuk. Szerintem itt el is mondtam mindent. És a generáció az arra utal, ugye, hogy mikor jelent meg a processzor, tehát itt a 7000-es, látjuk, hogy 7000-esre kezdődik a szám, tehát ez a hetedik generációra utal. És ugye minél nagyobb a szám mögötte, annál nagyobb teljesítményű processzorról beszélünk, ugye a betűjelekről már beszéltem. És amit ugye most a Pentium processzort, hogy azok két magosak voltak, és nem volt ugye virtuális száluk, csak simán két mag. Hát ez most változott, mert most már a Pentium szériába is beépítették ezt a Hyper Trading technológiát. El próbál megkeresni. Nézzük, itt ezek jelentek meg mostanában, igaz? Tehát itt is vagyunk. 4-5-60, azt ez az. 4-5-60-as, igen. Tehát ez 21 ezer forint van, el tudjuk venni ezt a processzort, ez egy nagyon bomba jó, olcsó ára egy processzorhoz. Ugye két magunk van, négy szála Hyperthreading technolák köszönhetően. Úgyhogy ez egy bomba jó vétel, hogyha olcsó procit szeretnénk. Hát a mivel akarunk játszani, mert hogyha mondjuk Blizzard játékokkal, meg League of Legends-el, meg olyan játékokkal, amik ő nem igénylik a nagyon a processzor teljesítmény, tehát megelékeznek két erős szállal, azokhoz bőven elég ez a, ez a Pentium processzor, vagy egy i3-as processzor. És ugye vannak játékok, amikhez komolyabb négy magos teljesítmény szükséges, hát ott az i5-ös processzorok közé fogunk mazsolázni. Ezek közül is, ami szimpatikusabb, az a 7500-as, hát nem olcsó. De ezek már elég durva processzorok, és nagyon kevés játék az, ami profitál a 8 szálból, és itt vannak a i processzorok, ezek 100 ezer forintnál körül vannak, tehát elég drágák. És nagyon kevés játék profitál jelenleg a 8 szálból, de a jövő az valószínűleg erre fele fog mutatni, tehát minél több szálat próbálnak majd használni a processzorok és itt jön képbe az AMD-nak majd az új processzorai, ahol ő, ugye ebbe a, a Summit Ridge processzorokban, amik március elején fognak majd megjelenni, abban lesz 4 magos, szerintem lesz 4 magos 8 szálas, ugye a virtuális szállatnak köszönhetően, lesz talán hat magos is, meg 6 magos tizenkét szálas, és lesz 8 magos 16 szálas is, tehát az már, az már horror áron lesz, tehát maradjunk azért a realitás talán, és elégedjünk meg négy maggal, vagy négy mag nyolc szállal. szerintem annál több jelenleg nem kell, teljesen fölösleges pénzkidobás, és térjünk rá mondjuk a, most a videókártyákra. ja még annyit az AMD processzorokhoz, hogy 2017 ősze körül, legalábbis az év vége fele biztosan, jönnek majd új apuk, jönnek új apuk, és ugye annyi a különbség az apu és a sima processzorok között, hogy ugye van belük építve egy grafikus processzor, ugye ami helyettesít a videókártyát, ez egy kis teljesítmény valami, majd beszélek róla, hogy mégis mire lehet számítani, és ugye visszatérünk most a videókártyákra, hát ezek a legújabbak, az ezres széria, az Nvidia részéről. Igazából ő nem is érdemes 900-as szíriát venni újonnan, mert hát árteljesítmény arányban már nem jók. Használtam viszont nyugodtan veltitek, ha jó áram van. Hát mi, mire elég? Hát 1050, hát, hát Hát nagyjából ugye elmondható, hogy az 1050-es az, az ilyen, hát gyakorlatilag bármivel tudunk játszani, csak Hát egy HIG beállítás frémán nem nagyon mehetünk, tehát ilyen veri HIG, meg ultrákat azért ne erőltessük vele. A TI-jal az a gond, ez kicsit erősebb, meg több benne de az árérték aránya nem olyan jó, mint az 1050 vagy az 1060 Tehát ezt, ezt próbáljuk azért annyira nem erőtetni. És az 1060-as az viszont eléggé üt. Az 1060-as teljesítménye az jelenleg a, a legerősebb AMD videókártyai van, van egy szinten. Most ebből van 3 GB ramos és 6 gigás változat. Hát mennyi lehet egy ilyen kártyat szerintem olyan. Hát a 80 ezer től 90 ezer biztos van. Nagyjából most mondtam valamit. Attól függ, hogy hány gigásat veszünk meg melyik gyártótól. Hát a játékok többsége egyébként megelégszik full HD felbontáson 3 gigával. De kell egy kis érzék hozzá, hogy be tudjuk állítani. Tehát azért nem adj nélkül mindent maximum nekiküldünk, hanem tudnunk kell, hogy melyen beállításokból vegyünk vissza egy kicsit. És ugye az 1070-es az már full hd az gyakorlatilag maximum fog vinni mindent. És ugye a 1080, as szerintem az még meg se jelent. Legalábbis én még nem találkoztam vele. Lehet, hogy megjelent, nem mindegy. de, de nem, nem elterjedt. Tehát ha meg is jelentő, nem hiszem, hogy olyan jó árérték aránya lenne. Hát az ilyen full HD fölötti felbontásra akar valaki maximum játszani minden játékkal, akkor, akkor cél, meg ezeket a kategóriákat. Annyira nekem nem szimpatikusak. És ugye az AMD oldaláról, ami videókártya szóba jöhet, az az Erik széria, tehát ezeket a régieket ne erőtessük, én azt mondom, csak is az erik Szíriából válogassunk. Ugye van, ő, három lépcsőfoka van. A 4.60-as az nagyjából itt van az 1050-es szintjén, talán egy kicsit alatta van, és ami nagyon durva, az a 4.70-es, mert az az, az 1050-1060 között van valahol. Nagyon jó árérték árértékarányú kártyák ezek, nagyon csábító. 480-as az pedig nagyjából az 1060 szintjén van, és jelenleg nincsen az 1070-es, 1080-assal szembeállítható kártya az amd de már dolgoznak a vegán, és hamarosan az is jönni fog, és az lemélyhetőleg az majd az 1070-es szintjén fog megjelenni, és visszatérve még az apukra, ugye mondtam, hogy ő Raven Ridge kódnévre fog hallgatni majd, év évvégén vagy ősz remélhetőleg jönnek az AMD apuk, amik hasonló processzorral rendelkeznek, mint ami most jön Summit Ridge, ugye ugyanabba az alaplapba fognak belemenni, és a, a be, processzorba épített grafikus rész teljesítménye nagyjából a 460 szintjén lesz. Tehát azoknak a játékosoknak ajánlom az aput, akik nem nagyon mennek Full HD felbontás fölé, és hajlamosra kompromisszumot kötni, hogy levegyék a grafikai beáltásokat médium high közelébe. És még annyit még egy végszónak, amit mondanék, hogy videokártyák a kapcsolatban, hogy ugye videó felvételről már beszéltem az előző videóban, ugye mind a két gyártanak, megvannak már, megvan már a programja, meg a kódolása, hogy normális videót készítsünk vele. Viszont egy dolog még mindig a Radeon, az AMD Radeon felé húz, mégpedig az, hogy a FreeSync támogatás, ugye, ugye az AMD-nél van ez a FreeSync támogatás, az nvidia pedig a G-Sync, és nagyjából ugyanaz a technológia, ugyanaz az elf, viszont ugyanaz a monitort, ami támogatja ezeket ezt a szinkronizálást, az Nvidia oldalán lényegesen drágábbak, ami licensz miatt, tehát egy kicsit jobban húz a szívem a Radeon kártyák felé, mint az Nvidia kártyák felé. Ugye régen nagyon sokat szívtak az emberek a driverekkel, meg ilyesmikkel az AMD oldalán. Nvidia azért igényesebb volt ilyen, vagy a, <coughs> igen, Nvidia igényesebb volt ezen a téren. Most már ez nem feltétlenül mondható el, mert ő, sokat szívnak az nvidia is ezekkel. És még azért annyi különbséget megemlítenék, hogy azért jobb a fogyasztás az Nvidia kártyáknak jelenleg, viszont az AMD videókártyái jobban föl vannak készítve a jövőre, a DirectX 12-re. Úgyhogy mire számítottunk a jövőben, én azt mondom nektek, hogy 8 szálas proci alá ne adjátok, ha megteltitek. 4 szál legyen mindenképpen, de 8 szál még inkább, és a komplet gépet vesztek, akkor inkább én azt mondom, hogy, hogy, az AMD videókártyáját vásároljátok, és vegyetek hozzá a freesync monitort. És hogy miért a FreeSync, arról majd talán egy másik részben beszélek, úgyhogy egyelőre ennyi, legyen ennyi. Remélem azért volt, aki végigszenvedte ezt a videót, és érdekesnek találta. Úgyhogy emészétek, na ciao.